Sie sehen das Mädchen Rohan Taus Branau. Henriette Reger und Hanna W. Balog haben diese Formation vor fast einem Jahr gegründet. Sie beschäftigen sich seit ihrer Kindheit mit Musik und dachten, dass es sich lohnen würde, ein Team zu bilden. A gyerekkorom óta foglalkozom a zenével, Umstetter Ervinnél tanultam először itt a Himesházi Harmonika iskolába, aztán utána kerültem át a Pécsi Művészeti Gimnáziumba, ahol Kéményi Tamás művész úrnál tanulhattam a zenét tovább. Utána átterülődött egy kicsit más fel az életem, a közgáz fele, jelenleg abba dolgozom, viszont nagyon szeretem a harmonikát és a zenét, és ez így megmaradt az életembe. Már kiskorom óta, ilyen 4-5 éves korom óta éneklek, és hát már több zenekarban, illetve hát most éppen duóban, kórusban voltam csapattag, és igazából tényleg már gyerekkorom óta ápolom ezt a részét is a sváb hagyományoknak, és igazából én tanultam is éneket, több műfajban is, és hát nagyon szeretem csinálni, úgyhogy ezért is örültem annyira, amikor a Henny megkeresett, hogy esetleg van-e kedvünk egy duót alakítani. Én meg egyből belementem, hogy persze, csináljuk. Obwohl diese Formation noch ziemlich neu ist, haben die Mädchen schon viel geleistet. Hát nagyon friss dolog még igazából. Tavaly novemberében alakultunk. Én kerestem meg a Hannát először, hogy alakítsunk egy duót, mert szerintem egy ritkaság, hogy két lány összeáll és viszi tovább a hagyományokat. Tavaly decemberben volt az első fellépésünk Szederkénybe, ott egy nyitott pincék körében adhattunk egy 40 perces műsort, aztán a május elég mozgalmasra sikeredett, szinte minden hétvégén tudtunk menni fellépni, és így a nyárra is egész szépen alakulnak. Megyünk Mária Kéményre, Himesen is, itt a Mézes ünnepen is itt leszünk, és most hétvégén Véményben. Das Duo hat ein sehr buntes Repertoire mit deutschen und ungarischen Volksliedern als Hauptprofil. Sie versuchen ihr Programm aus den Lieblingsliedern des Publikums zusammenzustellen. Eléggé hasonló a véleményünk a zenéről, és így mindkettőnknek voltak ugye nyilván ötletei, és igazából nagyon könnyen mozgunk együtt, úgyhogy voltak olyan énekek, számok, amiket a Henny dobott be, meg amiket én, és nyitottak voltunk egymás gondolataira, úgyhogy igazából nagyon színes repertoárunk van. Éneklünk németet, magyart, akár még latint is, hát népdalokat, de modernek is vannak, szóval változatos nagyon. Én úgy gondolom, hogy mind a ketten nagyon rugalmas személyiségek vagyunk, és így nagyon könnyen megértjük egymást, és nagyon nyitottak vagyunk egymás gondolataira és véleményére, és így szerintem nagyon jó csapatot tudunk alkotni. Die Mädchen halten es für wichtig, die ungarndeutschen Traditionen zu bewahren, da sie beide in einer ungarndeutschen Familie aufgewachsen sind. Sie glauben, dass junge Menschen die Traditionen leichter aneinander weitergeben können. Sosem lehet hamar elkezdeni. Ugye mi ezt a nagyszüleinktől és a szüleinktől is ezt kaptuk, és nem szeretnénk, hogyha ez abba maradna. Nagyon jó közösség tud kialakulni a zene és a
tánc körül, és ez egyfajta kikapcsolódás is. Én úgy érzem, hogy tekintve, hogy még mi is fiatalok vagyunk, így mi talán könnyebben át tudjuk adni ezeket a hagyományokat azzal, hogy egy kis modernebb szint is viszünk a fellépéseinkbe, repertoárunkba, és így a fiatalabbak is nagyobb lelkesedéssel figyelnek oda ránk, és nagyobb örömmel folytatják ezt a hagyományt, vagy ezeket a hagyományokat. Henny und Hanna, freuen sich über Einladungen zu jeder Veranstaltung mit ihrem Programm bereiten Sie Freude und bieten Unterhaltung für alle Altersgruppen.